Köszönöm szépen. Amit én kaptam feladatot, az volt, hogy létezik-e Isten és racionálisabb-e bármelyik világmagyarázat. Rögtön a kérdésem az, hogy nem értem, az mi az, hogy racionálisabb, mert valami nagy racionális vagy nem az. Kicsit racionális, az nem racionális, tehát én erre nem tudok válaszolni. Hogy vannak-e bizonyítékok, Isten létezik, nincsenek bizonyítékok. Jó okunk van gondolkozni rajta? Igen, jó okunk van gondolkozni, tehát gondolkozzunk is rajta. Amikor én ilyen beszélgetéseken részt veszek, és lehet, hogy már sokan hallottak engem, akkor én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy a vallást, az egyházat és a hitet válasszuk külön. És én mindig csak a hitről vagyok hajlandó beszélni, és a hitről is csak úgy, mint személyes élményről, amely az, aki ezt érzi, az egy érzelem, tehát érzelmi állapotban van. Megpróbálom ezt is tartani, ezt a nézőpontomat. Itt hallottunk egy filozófiai tárgyú, vagy filozófiai hangvételű beszédet. Én most elmondom, hogy hogyan működik a természettudomány. Nem fogom definiálni a természettudományt filozófiailag, annál is inkább, mert én is osztom annak, a Hawkingnak a véleményét, mint sok más fizikus, hogy a filozófia ma halott. Egyszerűen nem járul hozzá most már nagyon régóta a természet megismeréséhez. Ezeket átvették a szaktudományok. Régen, a régi görögöknél még minden egybe volt, és tényleg természetfilozófia volt. Matematika, fizika, vegyi jellegű dolgok, társadalom, államelmélet, minden egybe volt. Erkölcs. Azonban ezek önállósodtak a fejlődés során, és szaktudományokká váltak. Ma már a filozófiának szinte úgy gondolom így kívülről nézve, hogyha nem szócsépléssel foglalkozik, akkor pusztán legfeljebb a jó és a rossz kérdés, jó és a rossz etikai kérdésével tud foglalkozni, ahogy én tapasztaltam. Történt valami, amikor a filozófia rálépett arra az útra, hogy tudománnyá váljon. Ez Newton nevéhez fűződik, amikor megjelentette a könyvét, aminek az is a címe, lefordítjuk magyarra, hogy a természet filozófia matematikai alapjai. Tehát mihelyest rátértünk arra, hogy matematikai modelleket készítsünk szükségképpen, és ezt fogom bizonyítani a világról, akkor vált tudománnyá, mai értelemben tudománnyá a természet vizsgálódásunk. És akkor kezdjünk rögtön bele, én is a közepébe vágom. Lehetne indulni az emberiség hajnáról, de nem azt fogunk. Induljunk ki a mai napból. Az azt jelenti, hogy azt tapasztaljuk, hiszen itt vagyunk, és a tudományos tények, amiket most említek, ezek nem fogok olyan idézeteket mondani, mint az előttem szóló. Bár akartam, de aztán rájöttem, olyan sok név hangzana el, ami önök számára esetleg ismeretlen, hogy lekapcsolna a figyelmük. Ezért nem fogok idézni, de azt szeretném, hogyha akár utána is járhatnak, hogy amiket én mondani fogok, ezek nem az én kitalációim. Tehát bármelyik mondatért, amit elmondok, felelősséget vállalok, és ha kérdés van, akkor bizonyítani tudom, hogy az tényeken alapszik, és nem az én kitalációm. Tehát az első a megfigyelt tények alapján azt mondjuk, hogy az ember az univerzum időbeli fejlődésének az eredménye. Mi szereplői vagyunk ennek a fejlődésnek, a terméke is vagyunk egyben. És mi ezt csak innen belülről szemlélhetjük. Nem léphetünk ki az univerzumból, és kívülről nézhetünk rá. Erre az előttem szólónál már voltak ilyen nézőpontok. A tudomány ezen ilyet nem csinál. És a másik, hogy ezek szerint olyan törvények szerint működünk mi emberek, mint maga az univerzum, amit meg akarunk ismerni. Tehát ez egy alapvetés, és innen induljunk, hogy onnan el kell indulni. Tehát van egy hatalmas univerzumunk, milliárd és milliárd galaxissal, minden galaxisban milliárd és milliárd csillag van, és mi egy galaxis közül egy közepes nagyságú napnak egy nagyon kis bolygóján élünk. Ez a világ, ez rendkívül bonyolult, és ezt szeretnénk megmagyarázni. Tudni kell, ez is tapasztalati tény, ezt is vegyük figyelembe, hogy az emberiség a technikai civilizációt választotta. Választotta volna a bölcseletit is,
és akkor ilyen hasonló ilyen filozófiai vitákkal tölthetnénk 24 órákat életünk végéig. De nem, az emberiség a technikait választotta. Hiszen azért vagyunk itt, azért világít a lámpa, azért van videófelvétel és minden egyéb technikai eszköz. Akkor most nézzük meg, hogy a tudománynak mik a jellegzetességei. Ez minden tudományra elmondható, de legszebben és legvilágosabban a fizikán keresztül tudjuk mutatni. Nem azért, mert, hát ennek oka is van. Egyrészt azért, mert az a sor, előveszünk akármilyen tanulási programot, akkor azt látjuk, hogy fizika, kémia, biológia, stb. Régen ezek szétváltak, és azt láttuk, hogy mintha külön disziplinák volnának, ma már tudjuk, hogy ez nem így van. A fizikából következik a kémia, épp a kvantummechanikán keresztül, a kémiából következik a biokémiából következik a sejtnek a működése, aztán a sok sejtök, és végül az ember. Mindenhol voltak lépcsők, amiket az emberiség akkor azt hitte a tudósok, hogy, ne, hogy oda kell valami deus ex machina, isteni beavatkozás, hogy az élettelenből élő legyen. Ez az egyik nagyon fontos, a másik, amikor az állatból ember legyen. Ma már rengeteg adat gyűlt össze arról, hogy ez az átmenet, ez folytonos. Azt, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan van, ez természetes, mert a világ nagyon bonyolult. De egyik tudós sem, aki ezzel komolyan foglalkozik, nem mondja azt, hogy a megoldás az, hogy majd kívülről egy isteni beavatkozás ezt a lépést megteszi. Nem tudom, mi a megoldás, de biztos, hogy meg lesz. Nincs semmi igény arra, hogy egy isteni beavatkozás legyen. A természettudománynak, tehát ezért mondom, hogy a fizika az alapja a dolgoknak, minden alapvető fogalmunk, például a tér és az idő, az innen eredeszthető, és itt fogalmazzuk meg először. A nagyon fontos mondat, amit szeretnék említeni, hogy a természettudomány, a tudomány tényeket magyaráz tényekkel, tehát tények sokassága van. A magyarázat azt jelenti, hogy egy elméletet alkot, és az az elmélet magyarázza meg a tényeket egymással. Vannak ellenpéldák, ilyen például a vallások. A világmagyarázat alapja itten szent könyvek és isteni kinyilatkoztatások. A tudomány ilyet nem ismer. Vagy az ezotéria, ami szintén napjainkban nagyon, nagyon népszerű. Itt a világmagyarázat alapja régmúltba gyökerező tanok, hiedelmek, szabályok rendszere. A tudomány nem ilyen. A nagyon fontos, ha tényeket magyarázunk tényekkel, akkor ezek a tényeket hogyan ismerjük meg. Ez a tapasztalatból ismertő meg. Nem ki, a világot nem lehet kitalálni, mint az előttem szóló Gergely mondta, hogy kitalálja majd, hogy milyen a univerzum, kitalálja, milyennek kell lenni. Nem lehet kitalálni a világot. Erre a megismerési folyamatra, mikor elindulunk, akkor vannak alapfeltevéseink, mert valahogy el kell indulni. Ha ezek jók, akkor megtartjuk, ha nem, akkor módosítjuk. Jelenleg úgy tűnik, hogy kis módosításokkal ezek ma is helytállnak. Az a kis módosítás néha eléggé kényelmetlen, de attól még működnek. Tehát egyszer feltesszük, hogy létezik egy tőlünk független univerzum, ez anyagi világ. Létezik tér és idő, nem kérdezzük, hogy micsoda, majd aztán arra rá lehet kérdezni, és ezt meg is tesszük. Nagyon fontos, hogy a univerzumban léteznek, így mondjuk, hogy mintázatok, tehát valamiféle szabályosságok léteznek, ezt nem tudom más szóval mondani. Ezeket felismerjük, és okokozati rendszerbe tudjuk szervezni. A természet racionális. Az azt jelenti, hogy egy állítást, ha megfogalmazok a természeti adatok alapján, az egyszerűen nem lehet igaz is, meg hamis is. És végül az univerzum a tulajdonsága olyan, hogy lokálisan vizsgálható. Azt jelenti, hogy itt a Földön egy hidrogénatom elvégzek egy kísérletet, akkor ugyanazokat az eredményeket látom én, ha visszanézek a Hubble teleszkóppal, és az első hidrogénatomokat látom sok milliárd fényével ezelőtt. Tehát ha itt valamit tapasztalok, az mindenhol az univerzumban úgy van, és ha most tapasztalom, akkor mindig úgy volt. Tudomány tehát micsoda? Ezeknek a mintázatoknak a felismerése és okokozati hálózba való rendezése.
mivel ez egy logikai háló, ezért valahol ki kell indulni valami alapul elfogadott törvénynek, az axiomáknak mondjuk. Ez kicsit más, mint a matematikában, a fizikában. Ez azt jelenti, hogy milliárd és milliárd például mechanikai esemény történik ebbe a pillanatban, hány alkatrész mozog sokféle módon, és a rengeteg sokféle mozgás mégis négy egyszerű törvényen leírható. Ezt kell megtalálni, ezt a négy egyszerű törvényt. És ekkor ebből az összes többi matematikai úton is levezethető, logikai úton is levezethető. Ez a négy törvény éppen a Newton törvény, amelyeket már hallottunk. A tudományban nem az a fontos, hogy mit vizsgálunk, hanem hogy hogyan. Tehát a tudományt a módszere definiálja. A módszer pedig az, hogy tapasztalatokat gyűjtünk. És ezeket, mivel feltesszük, hogy az univerzumban rend van, és eddig ez még mindig bevált, tehát valóban van, akkor ezt a rendet kell felismernünk. Nagyon fontos, hogy némely filozófus azt mondja, hogy ez a rend, ez mi bennünk van, mi vetítjük rá ezt a rendet az univerzumra. Szó sincs erről, nem. Ez egy objektív dolog. Tőlünk függetlenül így van. Nem volt emberiség, akkor is ezek ugyanúgy mozogtak a bolygók. Na mi ez a módszer, ahogy csináljuk? Az indukció az első. Egyedi, mindig csak egyedi eseményeket tudunk tapasztalni, hiszen végtelen sok esemény nem tudunk végigmenni, ahogy a Gergely mondta. Egyedi eseményeket tapasztalunk, ott észreveszek szabályosságot, és utána átosítom, és azt mondom, hogy akkor minden esetben ez a szituáció így fog működni. Lejtem egy követ, a laptopot, a vizet, a nagymamát, a zongorát, ugyanúgy fog esni, és azt mondom, hogy minden test úgy esik. Nem biztos, hogy így van, végig kéne néz az összes létező testet, ezt nem tudjuk megtenni, mert nagyon-nagyon sokan vannak. Ezért felálltok egy hipotézist, hogy minden test úgy esik, mint a zongora meg a nagymama. És azt a hipotézist addig tartjuk fönt, amíg nem találok egy olyan eseményt, vagy olyan események sorozatát, amely ezt cáfolná. Tehát ez a hipotézis. Ez egy abstrakció kell, ugye a lényeg és a lényegtelent el tudjuk egymástól választani. Nagyon fontos, hogy a Gergő is mondta, bizonyítani nem lehet. Semmi állít, nem lehet, elvileg nem lehet igazolni a 100%-ok tiszta logikai értelemben, mert akkor a halmaz összes elemére meg kellene nézni azt, hogy az igaz-e, és nem tudjuk, hogy föltöltöttük-e a halmaz teljesen. Tehát ez elvileg lehetetlen. Éppen ezért az igazság eldöntése a cáfoláson van. Ez olyan, mint a betegség. Lehet nekem 100 darab negatív leletem, ha holnap egy pozitív lesz, akkor beteg vagyok. Tehát a cáfoláson van a hangsúly. Tehát fölteszek valamit, és ha találok egy eseményt, amely ezt megcáfolja, hiába van 1000 olyan, amelyik ezt alátámasztja, akkor az elmélet az rossz, módosítanom kell, hogy helyes legyen. Persze gyűjtök tapasztalatokat, és ezek a pozitívak, ezek mindig megerősítik a feltevésemet, de soha nem bizonyítják. De ez is fontos. A következő a korrespondencia elvon, azt jelenti, hogy mivel a természetben rend van, és egy adott jelenségkörnél én észrevettem ezt a rendet, hogyha egy minőségre kicsikét megváltozott körülmények azt mondják, hogy ez nincsen egészen úgy, akkor egy új elméletet kell csinálnom, de az új elméletnek vissza kell adni a régit, hiszen a régi az adott szabály környezetben működik. Hát vegyük itt a Newton törvényeket. Newton törvények azok a műméretű, ilyen makroszkopikus méretű testeknek a kisebességű mozgására tökéletesen megfelel. És attól a speciális rejtetási elméletre rájött az emberiség, Einstein révén, amely nagy sebességek, fénysebesség közelében működnek, teljesen másképp, mint a Newton egyenlet. Az nem jelenti azt, hogy a villamos relativisztikusan fog mozogni holnaptól kezdve. Visszaadja a relativitási elmélet a klasszikus mechanika törvényeit. Ez a korrespondencia elv. A elméletünket a mérésekkel igazoljuk. Muszáj, hogy az igazolás meglegyen, és ez meg a számok nyelvén történik. Azt kell mondanunk, hogy igen, a univerzum az a számok nyelvét beszéli. Ezt tényként kell elfogadni. A mérés eredmény mindig egy valós szám, tehát a modellemnek, amely szükségképpen matematikai kell, hogy legyen, hogy számokat adjon eredményül, annak végül ezt kell produkálni. Ezeket a jósolt számokat össze tudjuk vetni a méréssel,
És hogyha a jóslás bevált, akkor mondhatom azt, hogy jó a modellem, mert megjósoltam valamit, amit eddig nem tapasztaltam, de az adott jelenség körön belül volt. A következő, amire rá szeretnénk térni, az, hogy ez a megismerési folyamatunk, hogy meg akarjuk ismerni a valóságot, ez miből fakad? Ugye mindenki kíváncsi, de miért van ez? Hát mióta élet van, azóta ez így van. Egy élő szervezet, az bármilyen legyen, egysejtű vagy pedig mi, az mindig a környezet hatásainak van kitéve. Ez a környezeti hatások vagy elpusztítják őt, vagy pedig nem. Tehát muszáj annak az élő szervezetnek reagálni a környezetre. Ezt nevezzük mondjuk egy ingernek. És utána ő valahogy válaszol rá. Tehát például egy mechanikai előadásért, akkor elmozdul abból a helyből. Ha nem mozdul el, akkor elpusztul, nem örökíti tovább ezt a hülyeségét. A jutalmat, tehát az, hogy sikeresen értékelte a hatást, az ingert, az az, hogy túlélés szaporodik. Tehát ez egy kis jóslási effektus, ha látjuk. A múlt az a világ, az a hatás, ami éri azt az élő szervezetet. A jelen az, amikor alkalmazkodik és egy reagál rá, és a jövő pedig az, hogy sikeresen szaporodik. Éppen ezért, mert ez jól működik, és az élőlény életben marad, ezért mondhatjuk azt, hogy a biológusok mondják is, hogy minden élőlény az egyformán tökéletes. Mert hiszen ezt az inger-válasz kapcsolatot minden pillanatban jól tudják csinálni. Magyarul jó válaszol, azaz helyes a jóslása. Na most akkor létezik csak, akkor van elvi lehetőség jó válaszra és helyes jóslásra, hogy a természetben vannak szabályok. Hogyha minden pillanatban ugyanarra a mozgás hatása más lenne a reakció, akkor nem tudnék létezni, mert nem tudnám azt, hogy most akkor melyiket kell, milyen választ kell adnom. Mivel mi élünk és itt vagyunk, ebből következik, hogy ezt a jóslást mi sikeresen csináltuk sok milliárd év alatt, tehát a mi létünk, hogy itt vagyunk, ez bizonyítja azt, hogy a természetben igenis rend van. Jósolhatók az események, hiszen ezt az élő szervezet egy sejtőtől fogva csinálta. A fejlődés során elértünk az emberig, és most már, hogy megjelent a tudat, hogy mi most ezt majd később rátérek, ha lesz idő rá, tudjuk, hogy van tudatunk, mindenki érzi most is magába, hogy az ott van. Most már tudatos megfigyelések kezdünk el végezni, mivel bennünk van ez egy evolúciós nyomás, hogy a környezetet meg kell ismerni, hogy reagálnom kell rá. Most már tudatosan csinálom ezt a megismerést, ezt kísérleteknek mondjuk, és gondolkozunk azon, és építünk elméleti modelleket. Magyarul fölépül a fejünkbe a világnak egy absztrakt modellje. És ha ez a mi jó választ adunk, már pedig jó választ adtunk ezekre a ingerekre, hiszen életben vagyunk, akkor ez a modell adekvát, úgy mondjuk. Tehát egy hű modell, egy hifi modellje a valóságnak. És az ember most már eljutott oda a tudata révén, hogy már a jutalom maga a tudás. Tehát az az érzés, hogy valamit tudunk. Megszületett a kíváncsi ember. Ez annyira mélyen bennünk van ez a mintázatok felismerése, ez még egyszer mondom, ez 4 milliárd éves hagyomány, tehát ez belünk van kódolva genetikailag, hogy mindig mintázatokat keresünk. És találunk is, aki keres, talál. Az az alsó képsor mutatja, hogy ott szó sincs, hogy Van Goghot látjuk, az egy tájkép, csak mi úgy van, hogy mi rögtön az arcot észrevesszük. Az a vasaló Jézus Krisztus képe látható, nem festette oda senki, hanem a foltokban mi azt látjuk bele, és valóban az. Az a marsi térkép, vagy az a marsi kő, az egy emberarcot ábrázol. Általában az emberarcra arra nagyon érzékenyek, hogy mindenhol megpróbáljuk ezeket az arcokat felfedezni, és ha nagyon akarjuk, meg is találjuk a felhőzetbe, a homokdűnékbe, mindenhol. De a pszichológusok ezt absztrakt módon is csinálják. Ez az ábra, amit, az a kanizsa ábra, amit ott látnak, az pontosan azt jelenti, hogy ott mindenki egy négyzetet lát, pedig nincs ott négyzet. Azt a mi agyunk egészíti ki, mert egy rendet akar, egy mintázatot akar találni, és meg is találja.
hogyha hamis mintázatot látunk, akkor rossz döntést fogunk hozni, hogyha jó mintázatot, akkor pedig jó döntést fogunk hozni. Állandóan döntési helyzetben vagyunk az életünk során. És ezért állandóan frusztrál minket az, hogy valahol megtaláltam a jó döntést. Ezért aztán az ember, hogy ezt a frusztrációt kielégítse, erre szociológiai mérések és pszichológiai mérések sokassága támasztja ezt alá, akkor olyan segédeszközöket választ, amelyeket mi ilyen, néha ilyen ezoterikus, misztikusnak mondunk. Babonák, rítusok, mágiák, ezek mind ezt a célt szolgálják, hogy azt az illúziót keltsék bennem, hogy én megtaláltam azt a mintázatot. Mint ahogy annál a nézetnél láttam mindenki, hogy ott van. És akkor jól tudok reagálni, és akkor a túlélésem biztosítva van. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy én a vallást úgy tekintem, mint egy evolúciós termék, amelyik a mintázatkeresésnek a belénk oltott 3 milliárd éves hozadéka. Mert a vallásban is mi akkor látunk egy szabályt, az előttem szóló Gergő szépen elmondta azt a szabályt, hogy mi szerint kéne működni a világegyetemnek, hogyha az úgy lenne, hogy ő mondja. Most egy egyszerű matematikai példával fogom mutatni azt, hogy elhinni valamit, az sokkal jobb, hosszú távon sokkal jobb stratégia, mint hogyha nem hisszük el. Hát a jobb fél, mint megijedni, azt minden nap használjuk, és legyen egy kis táblázatunk. Van egy jó hír és egy rossz hír, mindegyik lehet igaz vagy hamis, és most az a kérdés, hogy ezt elhiszem-e vagy nem. Hogyha egy jó hír igaz és elhiszem, akkor jutalmat fog kapni. Osztanak való gépkocsit, oda megyek, van egy gépkocsim, nem kell sok energiát befektetni, plusz 50 pontot kaptam. Ha jó hír hamis, és elhiszem, hát akkor oda mentem, pehjem volt, vettem egy vonatjegyet, olyan nagy baj nem történt, mínusz 5 időmet igénybe vette. Ha egy rossz hír igaz, és elhiszem, az nagyon jó, mert akkor esetleg ne szállj a repülők, mert az rossz, és lezuhan. És akkor nem szálltam meg, az életet megmentette, tehát kaptam egy plusz 100 pontot. Ha rossz hír hamis, és elhiszem, akkor sincs, mert elkezdek ellene védekezni, fölöslegesen fogok árkot ásni, mert nem jön a vihar. És akkor mínusz 50 pontot kapok. Hasonló módon lehet az összes többi pontszámot is oda képzelni. Mindenki látja, hogy ha jó hír igaz, és nem hiszem el, akkor veszem, hogy nem kapok gépkocsit. Hát a barátom meg kapott, irigy vagyok, mínusz 50 pont. De egy rossz hír igaz, és nem hiszem el, abból nagyon nagy baj lehet, mert akkor alá megyek a lengő teher alá, és agyoncsap. Tehát az látszik ebből a kis táblázatból, hogy kétféle hibát követhetünk el. Az első fajú hiba az a zöld, amikor a hamis híreket elhiszem. A másodfajú hiba az a piros, amikor a igaz híreket nem hiszem el. A táblázatból világosan látszik, hogy az a jó stratégia hosszú távon, hogyha gondolkodás nélkül elhiszem a híreket. Hát ez az alapja a rémhírterjesztésnek. Ez az alapja annak, hogy pletykálkodunk, mert a rossz hírt az minden hírt elhiszünk, tök mindegy, hogy micsoda. Hát a politikusok erre nagyon jól rájátszanak, de hát ez már más kérdés. Ha nem is végezetül, de le kell zárnom, hogy én azt gondolom, hogy nem filozofálni kell az Isten létéről meg a vallásról, hinni kell. Minden azt mutatja, hogy ez a hit, hinni valamiben, elhinni valamit, az belénk van kódolva. És az, amikor az írás azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig a Isten igéját, akkor pontosan erről szól. Hogy én hallom, amit hirdet nekem a lelkész, és én elhiszem. És ez a jobb stratégia, az nem biztos, hogy ettől, hogy a vallás és az Isten léte az igaz. De hogy előbb említettem, hosszú távú stratégia szempontjából az a jó magatartás, hogyha az ember elhisz bármit, és az, hogy a vallás ezzel hogy él, vagy hogy él vissza, az egy más kérdés. Itt csak kigyűjtöttem egy-két olyan mondatot, amely azt mondja, hogy sehol nem olvastam még a Bibliában, hogy filozofálgassál, fiam, a Isten létéről. Ilyet én nem olvastam, de majd a Gergő megmondja, hogy ő olvasott-e ilyet. Ami nagyon fontos, hogy elérkeztünk oda, hogy személyes élmény, és most már nincsen idő, mert van még 20 másodpercem, erről nem tudok beszélni. Azt akarom ezzel csak mondani, az a kép,
1848-ban történt, amikor ezt a Gage nevű úriembert egy vasrúd átdöfte a homloklebenyét, életben maradt, még élt 12 évig, és az előtte egy nagyon kedves és nagyon, igen, befejezem, nagyon kedves és segítőkész ember egy goromba férhetetlen ember lett. Tehát azt állítom, és ezt mondtam volna el, hogy ma már az agykutatás eljutott oda, hálának a rendkívül sok finom műszerek, amit a fizikusok csináltak, hogy ma már minden érzelmnek pontosan tudjuk, hogy hol a helye. Még a hitnek is. Sőt, ezt generálni is tudjuk. Olyan mágneses jelekkel az agy megfő részét generálják a halántéklebenyt, hogy az emberben a hívés érzése jön elő. Ez egy nagyon érdekes dolog, de most az agy évszázadába lépünk. Köszönöm a figyelmet!